Mario van Peebles, Szabó Sipos Barnabás. Patsy Kansett, Györgyi Anna. Telihold. További magyar hangok. Rosta Sándor, Háda János, Nyírő Bea, Kassai Károly, Csúlya Imre, Varga Tamás, Simorjai Emese, Orosz István, Kárpáti Tibor, Bognár Zsolt, Várkonyi András és Bruce Payne, Gesztesi Károly. Magyar szöveg Tóth Andrea, hangmérnök Heisler László, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Mihály Falvi Mihály. A szinkront a Flamex megbízásából a Digitál Szinkron Stúdió készítette. Produkciós vezető Rozgonyi Gábor. Zenét szerezte Gary Chang. Fényképezte Sandy Sissel. Írta Richard Christian Matheson és Michael Reeves. Rendezte Anthony Hickox. Kérsz egy lekvárosfánkot? A társad vagyok. Hány éve is? Tudod, hogy cukros vagyok? Úgy van, a társam vagy. Mi történt Helennel? Tudod, az a tépet saj. Mi van vele? El van. Kicsit bővebben. Tényleg érdekel? Összeházasodunk. Most ugratsz? Nem. Te ugratsz? Nem, a hétvégén megkértem. Ő pedig igent mondott. Kell a szex rendszeresen. Ez igaz? Igen. Gratulálok, Gene. Kösz, Max. Te, Max? Azt hiszem, abba hagyom. Van egy kis spórolt pénze. Valahogy megleszünk. Kezd elegem lenni. Nem bírom már. Új munkát keresek, érted? Mi van? Hiányozni fogsz. Na, azért nem fogsz annyira hiányozni. Elvégre te hagysz most serben engem. Helen meg én, esküdtettünk, érdekel? Igen, ez is rímel. Nem. Rendben. Mert ragaszkodom hozzád. Veled akarok élni. Ennyi? Igen. Hát ez... Rövid szertartást akarunk, és kész. Te megőrültél. Igen, be vagyok gerjedve. 17-es egység jelentkez. 17-es, hallgatom. Figyelem! Zero Club, a Crescent és a La Cienega a sarkán. Túsz helyzet, fegyveres támadó. Hello, Max, gyere! Áldozatok vannak! Az épületet körbezártuk! Valami narkós hűl! Gyere már, Jimmy! Rajta! De megyünk! Ne hülyéskedj! Várjuk meg az erősítést! Gyerünk, ember! Az Isten itt! A bejárathoz! Na, várj csak. Csak van más megoldás. A víz kiárat. Gyere, Jimmy! Gyere! A francba. Túl öreg vagyok ehhez. Van itt valami. Mi? Igen. Hová megyünk?
Segíts. Ezzel keresztül talán sikerül. Ó, ne, ne, klausztrofóbiás vagyok, várjunk még! Max, kérlek! Én lemegyek. Megyek a másikon. Az enyém a nagyobbik. Az istenit! $1,000,000! Húzd be magad! Mind! Ja, mind! Lefelé! És egy repülő! Ja, egy kurva jó kis gépet az utca közepére! Teli tankkal, felszállásra készen! Hé, húzd be a seggfejet! De mi nem, mi ezt nem tudjuk! Elég! Tetszel? E? Azt hiszem. Csak nem félsz tőlem, gyere! Thank you.
Ez nem fair, Max. Sosem az. Most hazamegyek. Majd felhívlak. Nem jössz? És ha felébred? Nos, megváltozott a házasságunk óta. Nézd, az emberek megváltoznak, az évszakok is változnak. A változás az egyetlen stabil dolog, nem igaz? Nem tudta? Tele vannak vele hazugságok. És állandóan ideges. Miért ideges, Max? Hogy miért? Nos, a rossz fiúk miatt. A rossz fiúk, Max, most beszélgetünk. Miért viselkedsz úgy, mint egy zsaru? Mert az vagyok. Zsaru, érti? És ezt nem tudom levetközni máshol, csak otthon. Zsaru vagyok, és kész. Keres más állást. De mit? Nem tudom, valamit. Csak hogy ne kelljen hallgatnom. Tehát nem érdekel? Senkit nem érdekel? Mondd, miért vagyok itt? Megvan az oka. Hallgatom, Max. Szomorú dolgok. Nos, mit szólna, ha azt mondanám, hogy a barátom, a társam haldoklik? Vagy hozzak esetleg egy más példát, doktorne? Mindannyian elveszítünk valakit. Ja, szerintem a zsaruk mindenkit elveszítenek. Szeretlek, Max. De ilyesmire nem számítottam. Ez még csak a harmadik évünk együtt. De a helyzet egyre rosszabb. Tudom. Azt hiszem, hogy ami az utcán zajlik néha. Nos, ez olyan, hogy nincs kedvem. Kicsim, miattam van. Nem miattad. Ó, jó napot! Max! De téged meglőttek? Ha? Mit keresel itt? Modern gyógyászat, mit mondjak? Belém nyomtak mindent, tudod? Eltaláltak, kórházba kerültem. Nem tudom, mit csináltak. A lényeg, hogy bevált, nem igaz? Ez nekem nem stimmel. Nézd magadra! Biztos, hogy jól vagy? Van még néhány tapasz rajtam, de majd lekerülnek. Gyere, kapjunk el néhány rossz fiút. Mit szólsz? Mi van? Nézze! He? Nincs elég cukor benne. Mert cukormentes. De én édeset kértem, erre meg mit kapok? Jim. Itt hülyéskedik itt. Cukormentes. Jim, ne csinálj. Parancsoljon.
Mit képzel maga? A falvédőről jöttem, ha? Ne izélj a fánk miatt, Jim. Gyere. Gyere. Most menjünk, jó? Hová, nekem csak fánk menjünk kell. Menjünk ki. Gyere. Jó, menj, csak mindjárt jövök én is, igen. Megmondtam, hogy édes fánk kell. Világos? Mi a francot képzel maga? Megmondtam a kurva életbe, édes fánk kell is kész. Maga nem ért a szóból. Há, még hogy cukormentes, ezt hogy képzeli? Nem érdekel. A Zero Clubbeli támadásban tanúsított bátorságáért kitüntetem Dyer hadnagy. Gratulálok! Hölgyeim és uraim! Íme az 1993-as kitüntetettek. Hé, hey, Dick Tracy, várj már! Hol az a híres társad? Vagy mennyi kitüntetésed van? Tessék, díszítsd ki magad.
Anna! Adam Garou. Max Dyer. Kösz, hogy eljött. Kemény napokat élt át, ugye? Igen, úgy van. Furcsa. Már ami Jimmel történt. Igen. Uh-huh. Magánélete sem a legrózsásabb. A hölgy nem boldog. Ezt meg honnan tudja? Nézze, az embereink tanácsadásával foglalkozom már egy ideje. Gondoltam, találkozom hasonló problémájú kollégákkal. Mások társait is az intenzív osztályon ápolták, és aztán Supermanként tértek vissza. Úgy értem, hogy több kollégája is nehezen birkózik meg a munkastresszel. Olyanok, mint maga. Hogy olyanok, mint én. Max, maga az egyik legjobb zsarunk. Kétségtelenül. Ügyes. Bátor. Nem veszíthetjük el magát. Tudjuk, hogy gondjai vannak, Max. De ne adja fel. Miért érdekli magukat az én magánéletem? Ismernünk kell, hogy segítsünk. Jó, ha tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Rendben van, mit ajánl? Hetente kétszer találkoznak. Én irányítom a beszélgetést. Nos, már kipróbáltuk a terápiát. Segített? Maga meg a zsarui összegyűlnek és megbeszélik a gondjaikat, igaz? Ez miben különbözik attól, ha én lemegyek a sarki kocsmába? Max, nincs vesztenivalója. Csütörtökön találkozunk. Csak szűk körben. Remélem, ott lesz. Mondok valamit. Még gondolkozom. Viszlát! Összejött neki. Kirámolta a bankot, fogta a lét és lelécelt. Néhány lépés után aztán fegyver sült el. Paf! Rossz helyen volt a kék golyó. Biztosan fájhatott neki.
Rossz rá gondolni. Igazi háború dúl. Most is lelőttek valakit. Egy őrült barom a gépfegyverével. Kinyírta a bandát. Amikor 14 éves voltam, még a tévében se láttam ilyen szemetet. Ezt Stratton úgy sem értheti. Csezd meg! Hé, hey, Max! Mi van Jimmel? Ki akart szállni ebből? Meg akart nősülni. Kórházba került, majd pedig úgy tért vissza, mint egy... mint piszkos Harry, értitek? Előfordul. Bátorságra val. Nem, ez fura. Visszajött, de itt valami bűzlik. Nagyon bűzlik. Akár csak Ramon. Igen. Perez, az se volt semmi. Ugyanez történt, lelőtték kb. Egy hónapja. Na nem, ott valami más volt. Dehogyis. 4 nap múlva teljesen felépült. Ezt nem tudom bevenni. Hé, hogy mint ember. Nem veszem el Helent, Max. Jim, na nem marháskodj. Veszekedtetek? Elmeséled szépen mi újság, meg hívlak egy sörre. Gyere, felvidítalak. Köszönöm, hogy ilyen rendes társam voltál. Te vagy a legjobb zsaru. Mi van, Jimmy? Nekünk elmondhatod. Végeztem. Visszavonulsz? Igen, kilép. Teljesen összezavarsz, nem értelem, na gyere biliárdozni. Úgyis hülyére verlek, nyerni fogok. Mutassuk meg ennek a fickónak. Te úgysem játszol, szedd össze a golyókat. Na, rajta, van pénz. Kösz, hogy eljöttél, Max. Ha bármi kell, ő is azt akarná, hogy elvitt. Nem jártam itt, amióta. De... Jó, hogy eljött. Jó kis kégli egy nyomozói fizetésből. Befektettem. Onnan a pénz. Régóta spórolok. Sajnálom Jimmyt. Nem ismer mindenkit. Nem az osztagából valók. Figyeljetek! Max Dyer. Szia, Max. Isten hozott. Casey Spencer. Ne, tudom a neved, Ramon Perez. Hé, hey, Foxy Maxi, ¿qué pasa? ¿Qué bien? Doug Crane, örvendek. Itt megváltozik az életed. Hogy biztos? Van egy közös vonásotok is. Rendkívüli a múltatok. Harcosok vagytok. Ezt akartátok, amikor csatlakoztatok. Az, hogy többet.
hiszen le akartatok számolni a pusztító gonoszszal. Mi mindannyian szenvedtünk, Max. Nem vagy egyedül. A húgom, Maria Monita. Rossz kor volt, rossz helyen. Keresztűzbe kerültem. És lelőttek. Nem semmi fiúk, lányok. Nézzétek, ez Los Angeles. Megakadályoztam egy stricit, hogy kinyírja a kurváját. Mire a dög hátba szúrt. Elveszett voltam, amíg nem találkoztunk. Újra talpra álltam. Tág is elvesztett valamit. Ebben most nem menjünk bele, jó? Pénz. Ház. Hazárdjáték. Igen, nos, a társam főbelőtte magát, úgy egy hete. A nejed meg elhagyott. Igen, az is. Beléphetek, vagy előbb meg kell dugnom egy hullát? A lelketek mélyén magatokat vádoljátok. Ne. Tiszta várost akarunk. Nyugalmat. De törvényeink szerint. Mi van a bűnözőkkel? Semmi. Mi tévők legyünk? Kihez folyamodjunk? Mi vagyunk a törvény. És ha mi vagyunk a törvény, akkor legyünk is az. Hé. Ti miről beszéltek? Az erkölcsi bűncselekményt boncolgatják. Max, erkölcsös, hogy állatok uralják a várost. Erkölcsös, hogy futni hagyod a gyilkost, mert nem olvastad fel a jogait. Nem az istenit! Tisztítsuk meg a várost! Söpörjük le a mocsavékot! Várjatok csak, miről van itt szó? Csak nem valami Charles Bronson-féle hőstettekről. Igazságszolgáltatás. Törvény és rend. Adam, beszélnünk kell. Később. Most! Casey, gondoskodj Maxről. Hogyne. Persze, Max. Szóval nem akarsz kimenni. Miért? Mert az anyám beteg. San Diego-ban. A gép egy óra múlva indul. Ez nem tetszik, Adam. Reszketek. Rémálmaim vannak. Tudni akartam, milyen lesz mondjuk 5 év múlva. Nos, ez a zsaru, Max társa. Bementem a kórházba. Úgyis meghalt volna, nem? Ezért beadtam neki. Csak hogy lássam, mi történik. Nem akarom így végezni. Véletlen volt. Belenyomtak mindent. Demerolt, morfiumot, kodeint. Drogmérgezés. Túladagolták. Az akciónak 1 hét múlva vége. Fiatal vagy. Ki fogod bírni? Ne hagyd minket cserben, Doug. Kell lesz nekünk. Utálom, ha mellőznek. Azt hittem, hogy itt mindenki a problémájáról fog beszélni. De a szerelmes páron kívül senki se beszél. Na igen. Néha beszélgetünk. De... néha még mást is csinálunk. Például?
Tig újabb fegyveres bulija. Igen, golyók és seggfejek. Jó helyen ülnek. Ne legyünk egyoldalúak. Akasszuk fel őket, ha? Kérdezhetek valamit? Mi a francot csinálunk? Védünk és szolgálunk. Nézd, én inkább a bőrömet mentem. Nem akarok részt venni ezen a bulin. Csak nézd. És aztán dönts. Jobb, ha vigyázol, Perez. Holnap esküszöl. Nehogy szétlőjék a tököd. Mi ez a szar? Oltás. Járvány van. Nem törvényellenes, ugye? B12-es vitamin, vagy mi a fene? Nem talált. Kész? Nagy újság? Hát az. Micsoda hőség. Van egy kis gond. Micsoda? Láttam Gerút és szuper csapatát. Kinyírtak egy csomó embert. Talán furcsán hangzik, de belőtték magukat droggal, és úgy begerjedtek, mint a vadállatok. Tényleg? Igen. Akkor ketrezbe kéne zárjuk őket, Dyer hadna, hogy mit szól hozzá? De komolyan láttam, amit láttam. Jelentést kéne tennie. Gerú nyomozó különleges feladatra kérte magát. Maga mellé. Vegye megtiszteltetésnek. Előléptetésnek. A maga helyében kétszer is meggondolnám, mit mondanék róla. És nem írnék jelentést holmi vadállatokról. Mivel szeretnétek összeházasodni, fogjátok meg egymás jobb kezét, és nyilatkozzatok Isten és egyháza előtt. Elveszed Ramón Pérez hites feleségedül Estrella Mondánot? Hogy mától fogva a tiéd legyen. Jóban és rosszban. Betegségben és egészségben, még a halál el nem választ. Nem...
Nem tehetem! Nem tehetem! Bocsánat! Nem nősülök! Nem nősülök és kész! Már nem vagyok a régi! Max! Azt tette, amit kellett. Tényleg? Ne aggódj! Gyönyörűek, igaz? Gyönyörű állatok, ketrecbe zárva. Válaszolsz a kérdéseimre? Egy ilyen nő kíváncsivá tesz, és ha Max kíváncsi, kutatni kezd, belenéz az adatbankba, és mit talál? Semmit. Semmit se tudok a múltadról. Mondd csak, mi folyik itt? Valódi igazságszolgáltatás. Tényleg? Az az érzés, amit sokkal többről van szó. Beleértve téged is. Kint laktam Chatsworth-ben. Betörtek a lakásomba. És megölték a férjemet, Franket. Elvittek $200 és néhány ékszert. Jó, mi? Tudod, akkor bántam, hogy nő vagyok. Kisebb. Gyengébb. Zsaru voltam, de semmit se tudtam tenni. És aztán jött Adam. A falka tagjává tett. A falka? Igen. Te is a tagja lehetnél, ha akarod. Tetszel, Max? Csatlakozz. Engedélyed? Figyelj, bombmestere. Tudod, hogy mi lett Jimmel, ugye? Nézd, nekem látnom kell. Felejtsd el, ember! Bobby, kérlek, látnom kell a holttestet. Jézusom, gyújt el, hol még nem próbálkoztál? Gyerünk, mutasd csak meg. Jézusom, menjünk. Vedd ki a golyót. A bizonyítékot megcseszhetnek. Öngyilkosság, mindenki látta, főbelőtte magát. Vedd ki a golyót. Rendben. De nem tudom, hogy miben sántikálsz. Geru megtiltotta, hogy bárki is hozzányúljon a testhez, amíg ő maga nem látta. Érted? Ezüst dollár. A kabalája. Megmentette az életét. Nem volt a sebében, mikor átkutatta. Végem van. Tedd vissza gyorsan.
Hol van Geru? Nincs itt. Jimmel mit csinált? Max, Adam szólt volna előbb vagy utóbb. Miről beszélsz, Casey? Nos, Adam nem csak kutató, hanem nyomozó is. Biokémikus. És amit belőttünk magunknak, az a szérum Adam találmánya. Mikor belénk hatol, Max, mindenre képesek vagyunk. Gyorsabbak leszünk. Erősebbek. Jobbak. És ez mit jelent? A rohadékok az utcán. Állandóan fölpörögnek. Nem érjük utol őket. Versenyelőny nélkül. És ezt hisz láttad, Ramont lelőtték és túlélte. A szerrel begyógyulnak a sebek. Nem, te nem érted. A szer hatásos. Ingyen van. Na nem, én nem nyomok ilyen szert a testedbe. Jézusom, Max, nem kokainról van szó. Injekciót kapsz. Vitamint. Ennyi az egész. Egy szuper oltás. Nézd. A válaszom nem. De igen. Muszáj. Nem igaz. Két dolog kötelező. Megöregedni és meghalni. Összecsapnánk. Nézd, így is áthallgatunk egy csomó szabályt. Vonzanak az állati dolgok. Lépj be közénk, Max. Nézd, ha nem tetszik, még mindig visszalépedsz. Légy keresztény tudós, ha úgy tetszik, de... Legalább próbáld ki. Tudod mit? Azt hiszem, nemet kell mondanom. Kérlek, Max, csak egyszer kérlek. Nem bánom, kérj. Kérlek. De a válaszom nem. Most mennem kell. Max! Sajnálom. Ne.
Most már érted? Az Istenit! Kocsikázzunk. Úgy működik, hogy mikor beveszed, megváltoztat. Nem semmi. Sosem leszel olyan, mint korábban. Mert felpestít. Tényleg csodaszer. Meggyógyítja a beteget. Igen. Feltámasztja a holtat. Minél több, annál jobb. Indulás előtt lőjük be magunkat. Segít barátkozni és másokat befolyásolni. Főleg, ha a rendőrség megtudja, mi? Túl sokat aggódsz. Ha nő az adrenalin szint, megváltozol. Olyan leszel, mint egy vadállat. De nagyon klassz dolog. A rossz fiúk beszarnak tőled. Tíg egyik háza, mi? Gyerünk. Hey! Maga be akar jutni oda? Az ő ötlete volt. Hagyja itt a kulcsát. Na szépen hord el magad innen. Most mihez kezdünk? Az a jó, hogy a szerrel mindenre van megoldás. Igen. Jómi. Ez volt a harmadik. De utoljára köpött a levesen rohadék. Ha jól tudom, a neve Geru, és van valami különleges csapata. Azok nem emberek, hanem kibaszott vadállatok! Nos, azt hittem, ha békén hagyom, talán leszáll rólam. Nem így történt. Jó, Mr. T, de mi van, ha ezek elcseszik a jövő heti talánkat? Intézd el! Tessék, nem értettem. Intézd el. Hogy mit? Elintézni? Úgy érti, intéztessem el? Mindegy kivel. Kurvára elegem van. Ah! Remek! Semmi gond. Hé, ne aggódjon! Silvano mindenről gondoskodik, nem probléma!
Sok dumát hallottam a közbiztonságról, Geru. De nem látom az eredményt. Kivéve azt a múltkori rajtaütést a parton. A változás az idő kell. A városatyák idegesek, tíg néhány nap múlva esedékes fegyverüglete miatt. Eredményeket akarnak. Megkapják. A magam módján. Tudja, mi történt? Hívja csak föl Dallast, Miami-t, Detroit-ot. Kérdezze meg, milyen volt a közbiztonság, amíg ott voltam. Az engem nem érdekel. Csak Los Angeles. Magának vannak érzelmei, főnök? Kissé pofátlan, nem gondolja, nyomozó? Ezt most tekintsem bóknak. Itt valaki rosszalkodott. Azt mondta, tegyem, amit kell. Ne haragudj, hogy belőttem. Nem tudtam, hogy vegyem rá másként. Az nem érdekel, hogy belőtted. De nem mondtam, hogy dughatsz vele. Ezt nem hallottad? De... Biztosan elfelejtetted. Mert te egyedül velem kúrhatsz. Falka vezér vagyok. Ne feledd! Tetszik neked? Igen.
Gratulálok! Maxi! Boldog szülinapot! Isten éltessen, Max! Gyereken 30 vagy! Na figyelj! Úgy hallom, srácok, ti jó munkát végeztetek. Tehát, ideje, hogy visszakapd az ezüst kitüntetést. Milyen Houston? Sok a nagykalapos férfi. Fleming hívott, hogy jöjjek vissza. Hiányoztál. Szörnyen nézel ki. Mi a baj? Láttad az arcod? Jól vagyok. De hogy vagy? Gyere, mondd el! Semmi baj. Én vagyok. Max, mondd el. Istenem, szeretlek. Bármi is van, együtt átvészeljük. Ó, oh, Max! 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 Engedj! Megnéztem a vérképét, ember. A hematokrit magas. Az eozinofil szám. Úgy szintén. Azt mondom, hogy van valami a végében. Hello, Max! Hogy vagy? Igyásod. Mi a baj, hogy szülinapod van? Na, rajta! Nézd csak, ott jön az üzlettársad. Napot, Max! Mindig is erre volt szükséged, semmi másra. Na, gyerünk, nyisd ki! Nyisd ki, Max! Óvatosan, óvatosan, nehogy széttél! Mit csinálsz, Max? A te napod! Max. Igen különleges ajándék vár rád. Jó kis buli, Max. Kár volt visszajönni. Milyen jó érzésed. Neked nem lehet az. Nem is ártott. Különben régóta szedem. Tényleg? Mióta? Elég régóta. Már Franciaországban. Franciaországban? Igen, ezen nőttem fel. Gyerekkoromban az utca nem volt veszélyes. Nem érezted úgy, hogy áldozat vagy.
Ez az. Szép munka. Zárt koporsó lesz. Fiúk. A francba. Fegyet! Jármű kellene. A főnök látni akarja most. Ja, és meg, lecsuktunk valami őrültet. Gerut mocskolta. Nem néznéd meg? Itt van. Remélem tudod, mit csinálsz. Nagyon furcsa. Ne maradjak? Nem, kösz. Gerű küldött. Ki maga? Az embere. Nem a beosztottja érdekel. Nekem ő kell. Ki a franc vagy ember? Tom Davis nyomozó. Miami rendőrség. Ez az ő műve? Úgy van. Egy szörnyeteg állat. Mikor történt? 2 évvel ezelőtt. Van nálad! Adj egy kicsit! Mit csinált veled? Mit csinált veled? Megtettük, amit kért. Leszámoltunk. És a többiek?
Halottak. Geru mindenkit kinyírt. Én elfutottam. De követted a szer miatt. A francokat! Meg akarom ölni! Ez egy istenvert átok! Olyanok lettük, mint ő! Max! Én túl sokat vettem be. Nincs visszaút. Elsorvasztja a sejteket. És aztán halál fia vagy. De rohadék! Dolgunk van. Fáradt vagyok. Pihennem kell. Jézusom, mi a fene történt? Tilos fegyverrel bejönni! Megtámadta a hadnagyot. Lőnöm kellett. Igen, így történt. Mi az Isten történt? Súlyos emésztési zavarokkal küzd. A jél végzős hallgatója beáll a különleges egységbe. Capone segédei a teliholdas éjszakai mészárlásban. A gengsztereket széttépték a titokzatos támadók. Bűnözés csökkent a kartell lemészárlása után. Az éjszakai égen a teli hold győz. Mai éjjel teli hold lesz.
Ez az agyam. Te meg az agyamra mész. Van kérdésed? Mindannyiunkat a testedhez láncoltál. Ez így igaz. Egy őrült farkas ember vagy. Voltam! Azt nem tudom, hogy most mi vagyok. A családomat lelőtték, mint az állatokat. Zsákmányul ejtették. Gyűlöltem, hogy a holciklustól függök. Olyan primitív, patetikus. Befolyásolni tudtam. Bio visszacsatolással, drogokkal. Tökéletesítettem. Az enyém lett, hogy osszam és irányítsam. Nem. A telihold nem változtatható. Telihold? Te romantikus lélek. Én is az voltam, kezdetben. Mikor Amerikába jöttem, a legjobb országnak hittem. Meg akartam ezt hálálni. Így lettem zsaru. A csapatommal meg akartam tisztítani a várost. És sikerült. Istenem, ne higgyetek neki. Ennek a neonáci szuperzsarunak. Most nyered le a hülyeségét. Rajta, lőd csak be! Lőd be! Várj! Várj! Vedd be! Várj! Lex, ne! Vadállat! Ma este visszavesszük az utcákat. Jó, jó. Még hogy visszavesszük. Tudom, hogy ki vagy, Geru. Jól átverted őket, mi? Minden városban. Detroit, Dallas, Miami. Csak egy dolgot nem mondtál el nekik, mi? Hogy minden alkalommal csak te maradtál életben, és a többiek meghaltak. Okos vagy, Max. Mit gondolsz, miért választottalak? A folyamatnak nincsen velem vége. Kell valaki, aki folytatja, ha én már nem vagyok. Ennek így kell lenni. Biztos, hogy nem kérsz. Mert különben erőszakot kell elkövetnem. Ma nem, te állat. Kész! El kell mennünk innen. A partra. Ott nem érzi a szagunkat. Gyerünk. Gyerünk gyorsan. Nem olyan rég lőttük be magunkat. Meggyógyulunk. Mi a baj? Nem vettem be többet. Ki akartam szakadni. Csúnya, megütöttem magam. Van nálad. Lőd be magad. Ne hajj meg. Te lőd be. Gyógyulj meg. Öld meg, Gerut. Hová megyünk? San Pedroba.
A találkozó. Azt hittem, csak Tiggel végzünk. Úgy van. Ő csak egy tünet. De ma este végleg kiírtjuk a kort. Vége, Geru! Elegem van a kommandos technikájából. Visszavonom a megbízást. Mi az ördög folyik itt? Erre még visszatérünk. Figyelj, most hol van Geru? Fönn a tetőn, titkos küldetés a rakparton. Jól vagy? Mit tehetek érted? Ezüstnitrát kellene, olyan folyékony keverék. Rendben. Más drogokkal együtt. Jól van. Lehet morfium, demerol, bármi. Meglátom. Csak legyen erős. Rendben. Azt a szemetet. Nesze! Te rohadt disznó! Egy ezüst golyó! Nagyon ügyes! Rajta. Légy hát boldog. Megölted. Vetted az üzenetet. A teli hold mindentől megvédelmez. Az ezüstöt beleértve. Nos, akarsz látni valami félelmeteset?
kaptél az álmot, te átkozott szörnyeteg! Max, ne hagyd, hogy vége legyen. Feküdj a vérembe. Vedd át a hatalmam. Védd az ártatlanokat. Denver, 3 évvel később. Szia, szépség! Tudod mit? Hello! Mit? Ez a levegő elég szennyezett. De kezdem itt megszokni. Remek. És ha újra elköltözünk? Egyet biztosan tudok. Kiváló zsaru vagy. Au. Dolgom van. Város Denver. Teljes holt töltek 9 nap múlva.